Üdvözlök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon két olyan fiatalemberrel beszélgetek, akikről szerintem mindenféle túlzás nélkül lehet mondani, kuriózumnak számítanak. Egyik azért, mert ikrek, a másik pedig azért, mert az egyetlen ikerpár a magyar kosárlabda bajnokságban, itthon Magyarországon. Vendégem a stúdióban Takács Milán és Takács Martin. Köszöntelek benneteket, sziasztok! Köszönjük a meghívást, sziasztok! Köszönjük! Ugye nem tévedtem, hogy egyetlen ikerpár vagytok akkor a magyar kosárlabda bajnokságban? Igen, valóban így van. Jó, az első osztályban csak mi vagyunk, az egyetlen ikerpár. Így van. Azért, mert keresgettem, de igazából megmondom őszintén, nem találtam ikerpárt, mondom, hogy beégjek itt adásban, hogy ilyeneket mondok konkrétan. Beszéljük a kosárlabdához fűződő viszonyotokról. Az érdekelne pont az ikerségből kifolyólag, hogy azt mondják, az ikrek egymás rezdüléseit megérzik, ha valamelyik bajban van, megérzik, ha valamelyik bánatos, vagy éppen örül valamiben. Pont ezért lennék kíváncsi a kosárlabdához fűződő kezdetekre, hogy történt, hogy kezdtétek el, hogy egyszerre beállítottátok a szülők elé, vagy beállítottatok a szülők elé, hogy mi most kosarazni akarunk, vagy ennek más története volt? Hát ez úgy volt, hogy van egy bátyánk, aki szintén kosárlabdázott, ő viszonylag rövid ideig, de ő is ugye ugyanabban az iskolában járt, ahol mi, általános iskolába, ugye a Tóvárosi iskolában. Tóvárosiban gondoltam, igen. Igen, oda jártunk, és ott van. Ugye, hát ilyen családban a kosárlabda volt az ilyen, az a sport, ami prioritást élvezett, és így ugye Szigetvári Zoli bácsi volt ugye a tesi tanárunk, és ő volt szintén, aki igazából invitált minket, hogy menjünk, próbáljuk meg, és akkor ugye együtt döntöttünk úgy, hogy szeretnénk kipróbálni, és nagyon szeretjük a mai napig. És egyébként jól ment a kosárlabda? Tehát pengék voltatok az elején? Felismerték már, hogy nektek ez van tehetségetek, vagy azért ez ennél szintén bonyolultabb történet volt? Hát igen, az elején még kicsit ügyetlenebbek voltunk. Sokszor elgrúlt a labda, meg ugye a testünk is nem igazán szokott hozzá, nagyon sokszor kiment a bokánk a legelején, mondjuk heti 3-4-szer, úgyhogy ez hozzá kellett szokni, aztán ahogy egyre többet edzettünk, egyre többet labdáztunk, úgy egyre inkább megjött az érzés is. Meg nyilván egyre jobban meg is tetszett akkor maga a kosárlabda, hogy egyre jobban megismertétek minden szépségét, meg nyilván ugye minden hátulütőjét, mert mindennek van azért hátulütője. Igen. Van, de hát igazából ugye együtt is, meg így a maga a csapatsportot nagyon szeretjük. Szeretünk együtt játszani, szeretünk ugye a többiekért küzdeni, tehát maga a csapatsportnak van egy ilyen ugye nagyon jó feelingje, az egymásért való küzdés, hogyha valaki kevésbé megy, akkor a másik segíti, de ez így kettőnk közt ez a kapcsolat még szorosabb. Ugye megérezzük egymásnak, ha nem annyira megy, de akkor próbálunk egymásnak segíteni a pályán, és egymást keressük. Ezt régen nagyon sokszor meg is jegyezték, igen, hogy egymást keressük a pályán. Volt, hogy nem is tettek együttösbe minket, mert máskor is bevonjunk. De az igyekeztünk mindenkit segíteni a csapatban. Persze. Ugye mondjátok, hogy mennyire tényleg közös nevező van a pályán is. Azon gondolkodtam, hogy tudnátok egymás ellen játszani? Mindig el szoktam kosarasokat, profi sportolókat kérdezni, hogy tudom, egy-két évig játszanak egy csapatban, utána pedig egymás ellenfelei, de meccs előtt még beszélgetnek egymással, ölelkeznek, és utána pedig tényleg küzdenek egymás ellen. Ti ezt meg tudnátok, hogy egymás ellen játszotok két különböző csapatban? Én úgy gondolom, hogy még egy ideig azért jó lenne, ha együtt játszanánk, de azért egyszerűen a karrierünk során kipróbálnánk azt is, hogy milyen lenne egymás ellen. Mindenképp igen, ennek is megvan szerintem az érzése, hogy egymás ellen játszunk, és ahogy te is mondtad, hogy maga a meccs előtt közvetlen még testvérek vagyunk, de ahogy elkezdődik a meccs, ugye megszól a sípszó, onnantól kezdve mégiscsak ellenfelek vagyunk, és a saját csapatunkért küzdünk, de én is nagyon szívesen kipróbálnám ezt a helyzetet, hogy átélném. Mondták, hogy ez a profizmus egyébként, hogy tényleg, hogy így ez félre tudott tenni ezeket az érzéseket, érzelmeket, és csak a játékra koncentrálni. Igen. Magadért, meg a csapatodért nyilván. Igen. A szülők mennyire támogattak benneteket ebben, amikor eldöntöttétek, na akkor mi ezzel foglalkozunk? Mit mondtak, hogy hát gondoljátok meg, vagy teljesen mellétek álltak? Imádnak minket, szóval tényleg mindenben, az élet minden területén támogatnak minket, apa, anya, mindegyikünk nagyon sokat segít a pályán kívül. Támogatnak, tehát tényleg nagyon hálásak lehetünk nekik. Tehát mellettetek vannak, igen, mert ugye megosztanak ebbe a szülők, ahogy én hallom, mert valaki hát tanulja rendes szakmát, és ez mellékesként, akkor benneteket hagynak kibontakozni. Igen, mert végül is a tanulásban ott is nagyon toppon voltunk, mindig a legjobbra törekedtünk, mi a maximalisták vagyunk kicsit, és ezért nem is volt arról szó, hogy most hanyagolnunk kellene a sportot, mert a tanulásra vásárolom, hát már tényleg mindig legjobbra törekedtünk a tanulás terén is. Ugye mondtátok, a tanulás, minek készültök, ha nagyok lesztek? Hát most ugye a testnevelési egyetemen tanulunk, ilyen
Hát ez a sportszervezői szak, de ugye ez most először 3 évet el kell végeznünk, abban most a másodikat fogjuk befejezni idén, és akkor utána szeretnénk majd később mesterit is elvégezni. Hát én tetszik igazából ez a játékos ügynök, sportmenedzser, ezek érdekelnek elsősorban. A sportpszichológia is szimpatikus nekem. Martin, és ezt ugye, így van, én nekem is hasonló. Ugye ezzel 3-4 opció közül választanék, de nyilván ezt a kosárlabdát szeretném ugye előnyben részesíteni, és ha majd esetleg kiöregedek belőle, akkor ezek közül valamiket választani. Ugye még nagyon-nagyon fiatalok vagytok, tehát azért még bőven mondhatjuk mindent, hogy előttetek bőven bőségesen a jövő magyar kosárlabdában, vagy éppen ugye akár a nemzetközi életben is. De egyelőre akkor az életetek a kosárlabda, hogy hallom, tehát azt teszi ki abszolút, minden igen. Másodperceteket, és ennek éltek, ennek rendeltek alá mindent konkrétan, és ez igazából a fő prioritás. Ugye ez a nagyon szigorú napi rendet követel azért meg, és tényleg nagyon nagy fegyelmet követel azért meg, hogy... Engem is érdekel meg nyilván a nézőket is, hogy nektek hogy néz ki egy napotok, egy átlagos napotok, amikor mondjuk szezon van? Hát általában olyan 7-8 körül szoktunk kelni. Jaj, de jó nektek. De hát akkor van az ébresztő állítva, de az mindig csúszik majdnem, szóval egy órát. Hát az a szundi jó jön azért. Igen, az a szundi az mindig megvan. Utána ugye reggelizünk, és akkor általában 10-kor van edzés. Uh-huh. Elsősorban a délelőtti edzések azok ilyen egyéni képzések, illetve kondicionális program. Van, utána ugye ebéd, aztán kis csendes pihenő délután. Mindenképp kell ez a pihenő, mert ugye azért kemények az edzések, és akkor 5-6 felé jön a második edzés, ami már inkább a csapat ról szól inkább. És akkor tulajdonképpen azt is végtoljuk, utána még maradunk mindig valamit csinálni, valami kis egyéni programot, vagy labdás, vagy ez is kondi, és akkor utána este megint alvás. De nagyon sok az alvás igényünk, tehát nagyon sokat tudunk aludni. Igen, és jó alvók vagytok egyébként? Nagyon. De jó nektek, az is. Irigyellek benneteket több szempontból is. Igen, az, hogy milyen fiatalok vagytok, az, hogy 7-8 után tudtok kelni, meg az, hogy jó alvók vagytok. De ez fontos dolog egyébként. Jó alvás nagyon fontos dolog, mert hogyha néha-néha nem jön össze, azt érzitek a pályán is, gondolom, igen. Nem? Tehát akkor... Igen, nagyon fontos, hogy jól tudjunk aludni, mert tényleg az a minden perc a pihenésnek nagyon fontos, így, hogy ennyit edzünk. Uh-huh. Akkor ti nyugodt emberek is vagytok, igaz? Azt mondják, hogy általában nyugtalanabbak, nem? Te akkor ti nyugodt emberek vagytok, úgy nem lehet benneteket könnyen felbőszíteni, nem lehet felidegesíteni benneteket azért. Azért a pályán néha azért megesik, igen? Idegesek leszünk, de ugye az élet más terén napközben ugye egyáltalán nem. Volt már a félratok a pályán, tehát hogy valaki idegesek lettek, és akkor fú, de neki mennék, vagy volt már esetleg tetlegesség? Mondjuk egy kis bulváros dolgokra is térjünk rá egy picit. Ami elmondható persze. Hát utánpótlásban egyszer emlékszem, hogy nekem volt, hogy egyik srác kicsit idegesített, aztán... Nem kellett volna neki? Igen. Igen, és hát, ja. De hát nem vagyok egyébként olyan, tehát nem szeretem ezt az agresszív részét, inkább szeretem nyugodtan megoldani ezeket a dolgokat, de hát nyilván, hogyha eljut az ember egy olyan szintre, akkor nyilván nem szeretne tetlegességig fajulni, de... Persze. De nem, tehát így nem történt. Inkább szavakba vagy valami, de hát nem szeretnék. Neked? Nekem egyszer volt az, hogy utánpótlásban, hogy utolsó másodpercben kosarat kaptunk, a harmadik negyed végén, és hát volt a palám mögött egy kapu, amire így kipattam a labdát, egyből berúgtam, és akkor ugye egyből technikait kaptam a játékvezetőtől, de hát ennél nagyobb dolog nem probléma, történt. Igen, nem történt. Csapaton belül egyébként alakulnak ki barátságok, vagy inkább ilyen idézőjelben munkatársi, csapattársi viszony van? Hát ugye az utánpótlás volt, ott a srácokkal nagyon jobban vagyunk, de ott már nyilván azért, mert tehát nem minden szezonban változik a csapat, persze, hanem ott persze. Folyamatosan együtt voltunk a kezdetektől, viszont a felnőtt csapatban ott kicsit azért nehezebb, ugye ott van a korkülönbség is, így nehéz sokszor ugye egy közös témát találni, persze. De ez is úgy gondolom, hogy a 1-2 hónap után teljesen jól megnyitunk egymás felé, és tehát tényleg jó kapcsolatok alakulnak ki, mind az amerikaiakkal, mind a magyarokkal, tehát abszolút mondhatom, hogy jó barátságok születtek idén is. Meg az a jó ebbe, hogy az angol nyelvet tudjátok gyakorolni folyamatosan, ugye, mert az edző is gondolom főleg angolul adja az utasításokat ugye az amerikai játékosok miatt. Így van, ez tényleg így van, hogy az edző is legtöbbször ugye angolul kommunikál, annak érdeke, hogy mindenki megértse a teendőket, és a másrészt, hogy említetted, ez tényleg nekünk is egy úgymond egy fejlődési lehetőség, hogy az angolt minél jobban megtanuljuk. Igen. Ugye most jelenleg most véget ért a bajnokság, most igazából szabad idő van, vagy szabadidős tevékenységeknek tudtok hódolni, tehát most annyira nem a kosárlabda van a fókuszban, de azért így is edzetek? De így is vannak azért edzések? Nekünk ugye a felnőtt bajnokság az véget ért, de
az utánpótlás, az 20-as bajnokságnak bejutottunk a legjobb 8 csapatba, és az most lesz, ezen a héten lesz, ugye a hétvégén a döntő Budapesten. Ez egy 4 napos torna lesz, ugye 5 mérkőzés vár ránk. Most igazából az utóbbi, amióta véget ért a bajnokság, inkább egyéni képzések voltak, illetve erre az 20-as döntőre készülünk. Szeretnénk kihozni a maximumot, abszolút esélyesek vagyunk ugye a bajnoki címre is. Nagyon jó közösségünk van, ami egy külön kiemelt kulcsa lehet annak, hogy sikereket éljünk el. Tehát akkor pihenni most jelenleg annyira nem tudtok, hanem majd akkor ezután. Így van, majd utána arra szeretnénk fókuszálni, hogy mármint a döntő után, hogy minél inkább fizikálisan tudjunk fejlődni, illetve mentálisan, hogy jövőre minél inkább érettebbek legyünk. Fizikális fejlesztés az hogy néz ki? Tehát most, amikor vége lesz ugye az előbb említett etapnak, utána akkor gondolom lesz egy edzés nélküli intervallum, vagy egy edzés nélküli idősáv, akkor pedig saját magatok edzetek, mint kijöttek a bregyóba, most mondok valamit, nekiálltok futni, kondizni. Hát mindenképp szokták javasolni az edzők, hogy pihenjünk, mert nagyon nehéz minket rávenni, hogy leálljunk. Hát de szemlélistáknak nehéz ez, nem? Igen, tehát én nem tudok egy, szerintem 2 nap után már görcsölni, nem tudok kosarazni, igen, tehát annyira szeretem, és mindenki, ezt 2 nevében mondhatom, hogy nagyon szeretjük, imádjuk ezt a játékot, és tényleg nem tudok pihenni, és ezért is mondom, hogy valószínűleg hát 1 hetet azért minimum kellene valahogy kihúzni, és utána viszont belecsapunk. Végig szenvedni ezt az 1 hetes pihenést valahogy, igaz? Hát valahogy végig kell szenvedni, utána viszont belecsapunk a melóba, és ilyenkor lehet sokat fejlődni igazából nyáron, mert minden lehetőség adott nekünk, van kondicionáló edzőnk, itt vannak ugye a Pető Ákos, illetve a Handro, akik szintén tudnak, illetve a Fofói, akik tudnak nekünk tartani egyéni képzéseket, és tudunk ugye fejlődni ezen időszak alatt is. Így van, mennyire legnehezebb talán az egészben, hogy ugye egész szezon alatt magas színvonalon edzünk, azért, hogy a meccseknek ugye megfeleljünk, és ilyenkor éppen az a nehézben, amikor nincsenek ilyen versenyhelyzetek, akkor leálljál edzéssel, mert hozzá vagy szokva egész azonban az, hogy magas szinten edzesz. Így van, fel vagy pörögve, mint egy jó buli után, hogy hazamész, akkor nem tudsz rögtön elfeküdni, mert fel vagy pörögve, azon jár az agyad. Ugye nektek meg folyamatosan erről szól az életetek, tehát nyilván érthető módon ti ezt az egészet nem nagyon tudjátok abba adni, és ezért kell mindig egy folyamatos inger. A nyaralás nem nagyon lesz, tehát nem fizettetek be, útra, nem mentek el egy hétre Maldív-szigetre, most mondtam valamit nyilván. Most ez a Covid helyzet, ez most nem tudom, hogy mit tesz lehetővé, mit nem. De ez jó nektek, akkor hál' Istennek nem kell elmenni. Igen, most a Balatonra szeretnénk majd elmenni, kicsit pihenni, vagy hétvégente, vagy esetleg egy hétre. Igazából most ilyen terveink vannak csak. És akkor családdal kettesbe mentek? Hát, családdal is. Igen. Ugye profi fiatal sportolóktól azért megszoktam maradván kicsit a bulváros vonalnál kérdezni. Ugye nyilván tehát ezt a sportot azért szeretik a hölgyek is nagyon, és hát ugye rengeteg látjuk a kosár meccseket, rengeteg hölgy van. Kaptok azért visszajelzéseket, tehát Facebookon, vagy valamilyen social media felületen üzeneteket, hogy de jó lenne találkozni, nyaljunk el egy fagyit együtt a belvárosba. Most direkt a szelidebbeket mondtam. Hát szoktunk ilyen visszajelzéseket kapni. De hát igazából ez egy jó dolog. Persze nyilván, hát minden férfi embernek ez egy hízelgő dolog, ez mindenképpen jó dolog. Egyébként elmondható, hogy most van barátnő, nincs barátnő, vagy egy átmeneti időszak van életetekben. Jelenleg. Átmeneti időszak. Átmeneti időszak van. Én is ezt szoktam itt szépen mondani. Ez a legegyszerűbb. Amikor így igen. Ugye tényleg az képest milyen fiatalok vagytok, nagyon érett gondolkodások vagytok, hogy a profi sport, ezt mindenképpen megkívánja. Ha beszélünk a jövőről, akkor ti... Amikor még nagyon soká lesz, vége lesz mondjuk a profi kosárlabdás pályafutásotoknak, szezonotoknak, akkor mi az, amit mindenképpen el szeretnétek érni, vagy addigra? Milyen terveitek vannak? Akár magánéletben, akár az élet bármely területén. Hát ez úgy gondolom, hogy ez így minden idővel eljön. Ugye a családalapítás, aztán nem is tudom, úgy gondolom, hogy minden idővel jönni fog. Tehát most én szeretem a spontanitást, szeretek tervezni is, de mindenek eljön majd az ideje. Tehát egy egzisztencia, mindenképpen jó biztos egzisztenciát, igen. Családod, feleséged, gyereket, tehát minden földi halandó. Igazából azt így el szeretnétek érni. Mondjuk ahogy most beszélgetünk, és hogy hallgatlak benneteket, ebben sem lesz gond és probléma, ebben biztos vagyok. Ugye a profi sporttal azért tényleg meg lehet alapozni, én azt gondolom mindenféleképpen, mind a kapcsolatokat, mind pedig nyilván ugye az egzisztenciális jövőt.
Ugye az Albában most nagyon jól érzitek magatokat, nagyon-nagyon jól vagytok. Én azt gondolom, hogy igazából szívetek szerint, ahogy most irátok nézek, meg nézem a tevékenységeteket, maradnátok is itt még nagyon-nagyon sokáig ugye az Alba csapatában, gondolom, Székesfehérváron. Igen, ez egy nagyon jó dolog lehetne, hogyha minél tovább maradhatnánk itt, és lenne lehetőségünk itt kosárlabdázni. Nagyon szeretjük a csapatot, a klubot, maga a várost is. Itt nőttünk fel. Itt vannak az ismerőseink, ugye a saját barátaink előtt játszani, annál jobb érzés szerintem nincs is. Persze. Szóval tényleg itt képzeljük el a jövőt. Így van, én is így vagyok vele, meg hogyha esetleg olyan szintre eljutnánk, akkor talán még külföldön is játszanék. De pont ez van a következő kérdésem, hogy ugye profi sportolók általában dédelgetnek, vagy nagy részben dédelgetnek, volt olyan, aki nem, de általában dédelgetnek külföldi karriert, azért ez benne van a pakliba esetleg, hogyha majd ott vagytok, hogy nem álltok ellen mondjuk ilyen ajánlatoknak, hogyha érkezik majd megkeresés, vagy elgondolkodtok rajta? Biztos vagyok benne, hogy kipróbálnám magam, de először ugye itt a hazai bajnokságban szeretnénk bizonyítani, és majd az is idővel, hogyha kapunk lehetőséget külföldre, akkor nagyon szívesen kipróbálnánk magunkat. Országban egyébként, ahova mondjuk szívesen mennétek, és ahova mondjuk annyira nem, tehát gondolkodtatok már ilyenen, próbáltátok már ezt ugye elképzelni? Nem, én most igazából jelen az a fontos, hogy most itt vagyunk, itt hozzuk ki magunkból a legtöbbet, és akkor nyilván majd, ha jön valami, akkor el kell majd gondolkozni, de egyelőre most ez a legfontosabb, hogy itt érjük el a maximumot. Persze. Nyilván, hogyha lehetne, akkor az európai bajnokságok közül a legkiemelkedőbbek közé szeretnénk eljutni, például Spanyolország, igen, olasz, francia bajnokság, ezek lennének a legjobbak, de először tényleg a legfontosabb, hogy itt a hazai bajnokságban legyünk meghatározó játékosok. Ugye mondtátok és beszéltük azt, hogy tényleg az életetek nagy részét az edzés meg a kosárlabda teszik, idezik kell pihenni is. Hogy szoktatok kikapcsolódni például? Tehát, hogy pihentek? Hát én számomra most az egyik, ami legelsőnek eszembe jutott, ez az aktív pihenés része, például biciklizni szeretek, vagy emelt, ami már annyira nem aktív pihenés, de zenét hallgatni. Nekem számomra ezek a leginkább kikapcsoló tevékenységek. Számomra is nem feltétlen most, hogy az alvásra gondolok, hogy pihenjek, hanem sokkal inkább elmenni a barátokkal, a városba beülni, kávézni egyet, nézelődni, tehát ezek is nagyon fontos dolgok, hogy néha ugye kikapcsoljunk, ne csak a kosárlabda legyen ugye mindig a fejünkben, na az legyen ezután ebben a Covid helyzetben, és most az volt ilyen kicsit negatívum, hogy ugye, hogy nem tudtunk úgy igazából élni, tehát hogyha hazajöttünk edzésről, akkor is nem tudtunk elmenni valahol, és akkor otthon is ugye maga kosárlabda volt állandóan az a fejünkben, hogy mit, hogy kellett majd csinálni, vagy mit nem. Tehát néha így itt hajlamosak vagyunk túlgondolni a dolgokat, de ezzel sincs semmi probléma. Te szerint ti buliban jártok, vagy jártok, vagy van ilyen kikötés egy profi sportolónak, hogy mit tudom, elmetsz azért ugyanúgy buliba, de alkoholt nem ijadsz, tehát van ilyen, vagy inkább ez egy személyes igény a profi sportolónak, hogy ne tegye ezt, mert rongálja magát. Úgy gondolom, hogy nincs kikötés, de aki profi sportoló szeretne lenni, annak szerintem saját magának kell az elvárást, annak az elvárásnak megfelelnie, hogy nem nagyon iszik alkoholt, nem bulizik éjfélig, annál tovább, mert tényleg a prioritás az a kosárlabda kell, hogy legyen. Abszolút. És ezzel egyet tudok érteni így. Amikor neki láttatok ugye ennek a profi kosárlabda karriernek, gondoltátok, hogy nehéz lesz, küzdelmes lesz, nagyon sok mindent fel kell áldozni? Csak azért kérdezem ezt, ha valaki ebbe gondolkodik, az lenne a következő kérdés, amire ráfűzve, hogy akkor mire készüljön, hogyha mondjuk kedvet kapom a beszélgetés után, hogy na, akkor én is megpróbálom, mindent megtesz, akkor mi az, amire fel kell készülni, vagy mit tudnátok neki mondani? Hát egy karrier alatt mindenkinek lesznek hullámvölgyei, lesz, amikor sokkal jobban megy, lesz, amikor kevésbé. Ezekre mindenképp fel kell készülni, de hát ez egy csapatsport, ahogy már mondtam az elején is, tehát itt számíthatsz a barátaidra, a csapattársaidra, akik minden helyzetben tudnak majd neked segíteni. De alapjában véve, hogyha szereted a sportot, szereted a kosárlabdát ez esetben, akkor jöhet bármi, és ha te hiszel benne, akkor csinálni kell a maximumot, és mindenképp ki fog jönni az eredménye. Én is egyet tudok vele érteni, mert én azt emelném még ki talán, hogy amikor valaki elkezdi a kosárt, vagy a gyerekként, akkor sokkal inkább még a játékosság, ami előtérben van. Igen. És ahogy ugye növünk fel, ugye az életnek a tényleges jelenségei azok megjelennek az életünkben.
Igen, ez fontos, amiket mondtatok, mert azon gondolkodtam pont, hogyha mondjuk a csapat éppen nem jó szériát él, meg lejmenetben van, nem győzede, vagy nem nyertesként jön ki a különböző meccsekből, akkor lelkileg az azért brutál nehéz, lehet mondjuk onnan felállni, és akkor de mi is tudunk, meg tudjuk nyerni, jók vagyunk, tehát itt a csapatnak egy olyan elképesztő egységet kell alkotni, hogy ezt gondolom tapasztaltátok azért párszor, hogy padlón voltatok lelkileg, láttátok meg, hogy Isten, a szurkolói kommenteket a különböző social media felületeken. Ezeket amúgy nem mind feltétlen kell olvasgatni, mert ilyeneket is meg kell szűrni. Persze. De ugye idén is voltak hullám völgyeink a csapatban, de ugye ott voltak ugye, ugye Luka, Voja, Csori, ugye a légiósok, akik ezekben a helyetekben elő tudtak lépni, és tudtak nekünk segíteni, nekünk is, fiataloknak, ugye egymásnak is, és ezek segítséggel tudtunk ezekből a hullám völgyekből kilábalni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy az ilyen hullámvölgyekben a legfontosabb az, hogy újra meg kell tanulni hinni magunkban, és folyamatosan edzeni kell, mert az a munka az ki fog fizetődni, és előbb-utóbb el fogunk jutni oda, ahova szeretnénk. Mi a hobbitok? Tényleg azt nem is kérdeztem meg. A bulvár résznél szerettem volna. Beszéltünk a munkáról, és tényleg látszik ebből a beszélgetés, hogy tényleg, hogy ennek éltek fanatikusan, ami nagyon jó profi sportolónál. De mi az, ami mondjuk úgy szórakoztat benneteket? Mi az, amivel úgy nagyon szívesen szeretek foglalatoskodni a kosárlabdán kívül nyilván? Én nem tudnék így megnevezni. Tehát, hogy amikor szabad időm van, akkor is rá, hogy a kosárlabdával vagyok, vagy meccseket nézek, azokból próbálok tanulni. Tehát így. Én nem tudom, hogy ez egy konkrét hobbi. Igen, mert ugye Lukát említettétek, Lukának például a főzés, azt tudjuk, Markovics Lukának például. Igen. Tehát mindenkinek van valami, Ron Currynek, aki ugye ebben a szezonban volt, ugye rappel, vagy repzenéket gyárt, azért kérdeztem, hogy nektek hát, ha van valamilyen rejtett képességetek. Különleges, ilyen nincs. Majd kell valami találni, hogy a jövőben jobban el legyünk a szabad időben. Igen, pont azért mondtam, mert tényleg fontos, tehát az ember el tudja kicsit engedni, ki tudjon kicsit kapcsolni, ez nagyon fontos. Hát akkor az még a teljesítményét is olvastam, hogy fokozza, hogyha nem vagy folyamatosan ebben az úgymond stresszben, mondjuk egy mókuskerékben, hanem el tudod engedni, és újult erővel, így újként mondjuk visszatudsz térni a kosárlabdának. Kosárlabdának a mezeire. Ugye nagyon-nagyon fiatalok vagytok, még többször említettük már a műsorban itt a fehérvári beszélgetésekben, és hát még azért van a kosárlabdában, nem tudom, ilyen 35-36 éves kor környéken szokták, ahogy figyelem, plusz-minusz nyilván abbahagyni, de úgy általában ez az átlag, tehát addig még nektek azért nagyon-nagyon sok időtök van, hogy ezt. Igen, ezt szeretnénk is minél több időt ugye a pályán tölteni, ameddig fizikai állapotunk engedi, de hát most erre még korai beszélni, mert egyelőre nagyon tényleg fiatalok vagyunk még, de tényleg szeretnénk minél több időt a pályán tölteni. Így van, amennyit lehet tényleg a maximumot a pályán szeretnénk tölteni. Na hát akkor én ezt kívánom nektek, hogy még nagyon sok időt töltsetek a pályán egészségben, meg brutál jó eredményekkel az Alba Fehérvár számára, és élmény volt veletek beszélgetni. Köszönjük szépen mi is. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.